És akkor most laboráljunk, és hívjuk elő a lyukkamerás fotókat. Az előző adásban ugye ezzel a két lyukkamerával fotóztunk, az egyik ez a fancy fakamera, a másik pedig az általam épített unikum kamera. Továbbá bemutattam már előzetesen, hogy adtak hozzá fixírt, továbbá előhívót, egy sötét kamera lámpát és néhány papírt. Viszont nekem korábbról egyébként van egy komplett laborom, úgyhogy vidékről felhoztam e kapcsán a projekt kapcsán egy csomó kiegészítőt, mint például még több előhívót, még több fixírt, még több papírt és egy fokkal professzionálisabb sötét kamera lámpát. Most már van egy komplett laborarzenálunk, de még mindig nem vagyunk meg, mert szükségünk lesz 3 darab tára, amiben a képeinket fogjuk tudni majd előhívni. Az egyik bele kerül az előhívó, a másikba egy stopfürdő, ami víz és ecetnek a keveréke, a harmadikba pedig a fixír, ami megakadályozza azt, hogy a jövőben a képünk tovább hívódhasson. Hoztam 3 darab labortálat, aminek az a szkije, hogy van egy ilyen kiöntője, amin keresztül, hogyha végeztünk, könnyedén ki tudjuk önteni a vegyszereket, viszont lényegében bármilyen tál megfelelő tud lenni. Ja, és ami fontos, hogyha korábban már az egyik tálba előhívó folyadékot tettél, akkor a jövőbe is előhívó folyadékot rakjál bele, ez ugyanígy igaz a fixíres táladra is, mert nem nagyon jó, hogyha ezek a vegyszerek keverednek, épp ezért fogunk 3 darab különböző chipest is használni, amivel majd a képeket fogjuk mozgatni. Amit hozzákaptunk vegyszereket, illetve amiket hoztam, ezek mind tömény oldatok, ami annyit tesz, hogy gyakorlatban ezeket majd higítani kell, egészen pontosan 3 plusz 1-es arányba, tehát 1 deci oldathoz 3 deci vizet kell hozzáadni, ez igaz az előhívóra is, és igaz a fixírre is ugyanilyen arányokban. Elméletben tehát ennyit a laborálásról és a papírképelőhívásról, most bemegyek a fürdőbe, bekeverem a koncentrátumokat és gyakorlatban is előhívom ezeket a képeket. Természetesen viszlek magammal benneteket is, viszont a sötét kamera lámpának köszönhetően nagyon kevés fényünk lesz, így elég sötét és zajos képek fognak születni, amiért előzetesen is elnézést, de remélem azért élvezni fogjátok. Itt lenne tehát a rögtönzött kis laborom, ebbe a tába kerül majd az előhívó folyadék, ebbe a stopfürdő, ebből pedig majd a fixír, a papírnak pedig ebbe a sorrendbe kell végighaladnia az előhívási folyamaton. Elsőként a stopfürdőt fogom elkészíteni, ami víz és ecet keverékéből áll. Erre vonatkozóan néztem interneten leírást, hogy milyen arányba is kell ezeket összekeverni, viszont így hirtelen nem találtam semmit, úgyhogy egy régi füzetemhez nyúltam vissza segítségül, ami 2006-ban a laborálásaimat írta, úgyhogy ez barátok között is 12 éve volt, úgyhogy vannak fenntartásaim, hogy mennyire fog most ez jól menni. Most én ehhez 50 ml 5%-os ecetet fogok hozzáadni, és 250 ml vizet. Most, hogy ezzel megvagyunk, következik a hívónak és a fixírnek a bekeverése. Most itt van velem ez a kis segédlet, amit kaptam a lyukkamerához, úgyhogy most ezt az instrukciót fogom követni. Mi szerint a kapott fiolát, azaz a hívót és a fixírt először töltse fel vízzel a fiolának a nyakáig, majd döntse át egy műanyag palackba, ami hát nekünk ebben az esetben már konkrétan a hívótálak lesznek. Továbbá a műanyag palackot töltse meg a fóliák nyakáig 4 fóliányit. Én korábban ezt a 3 plusz 1-es hítási arányt mondtam, ami a Forte vegyszerek hátuljára volt feltüntetve, ez vegyszerenként eltérő lehet, úgyhogy én most ezeket az instrukciókat fogom követni, hogy biztos jó eredményt kapjunk. És amit még elfelejtettem mondani, hogy ezek a előhívó folyadékok, illetve a fixír alapvetően kaphat fényt, ugyan nem szereti hosszú távon, de az, hogy most így világosba betöltsük, azt még lehetővé teszi. A fixír szag és a régi emlékek. Most, hogy bekevertük a vegyszereket és beüzemeltük a sötét kamera lámpát, jöhet az előhívás, úgyhogy villany Leo. Én először azt mondom, hogy próbáljuk meg az unikumos kamerának a fotóját. Egyből le is tudjuk tesztelni azt, hogy elmozdult-e vajon a fotó, mert hogy ugye feldobtam legutóbb. És nem tudom mennyire látjátok, de szerencsére a helyén maradt a fotó. Kicsit ilyen primitív módon egy ilyen téppel ragasztottam le a fotót,
Úgyhogy lesz egy kis keretünk, amit így a tép okozott. Itt van tehát a fotópapír, ami jelenleg még nincsen semmi, és az előhívóba bedobva elvileg fél perc előhívási idő szükséges neki, úgyhogy próbáljuk meg. Yes! Valami jön! Kivettem és át is dobtam a stopfürdőbe. Nem igazán tudom, hogy most jó lett az expo, mert egy negatív képet kapunk, úgyhogy ezt most így elég nehéz szemre megmondani, hogy gyors lemossuk a stopfürdőbe az előhívó folyadékunkat, hogy ne hívódjon tovább a képünk. És most jöhet a fixírbe. A fixírbe nagyjából 1 percig kell állnia, majd utána bő vízzel le kell mosni róla a vegyszereket. Fixálást követően egyébként célszerű legalább 10 percig mosni a fotónkat, hogy minden inkább kimosódjanak a vegyszerek, mert hogyha a fixír benne marad a fotóba, akkor egy idő után be fognak sárgulni a képeink. Az Unicum kamera képét már elő is hívtuk, úgyhogy most jöhet a kis fancy fadobozos kameránk. A tapasztalat az, hogy viszonylag elég fekete lett a fotó, és mivel negatívba mutatja most jelenleg a képünket, így a fekete felületek majd pozitívvá alakulva fehérek lesznek, úgyhogy én azt gondolom, hogy kicsit azért túl lett exponálva ezzel a 4-5 perces záridővel a fotónk, úgyhogy esetleg korrekció gyanánt annyit tudunk tenni, hogy most az előhívóban egy picit kevesebb ideig tartjuk majd a fotónkat. Most ilyen az üres fotónk, és akkor nézzük meg, hogy milyen lesz előhívást követően. Célszerű egyébként ilyenkor mozgatni a fotót, annál jobban ki fognak jönni majd a részletek. És meg is jelentek az első részletek a képen. Fény. Elkészültek a fotók, és időközben be is fotóztam őket, mert így fogom tudni digitalizálni. Amiket most látunk, azok negatív képek, úgyhogy Photoshopban ezeket a fotókat majd most pozitívvá kell tenni, meg is mutatom, hogy hogyan. Tehát itt láthatjátok a két befotózott papírképet, amiket most behúzok Photoshopba, azon belül is a Camera Raw-ba. Amire érdemes odafigyelnünk, hogy mivel a fotónk negatív, így ellentétesen fognak működni majd a csúszkáink is, tehát ami a jelenlegi fotónkon világos, az majd a pozitív képen sötét lesz. Tehát, hogyha megnézzük itt a bal oldalát a fotónak, ami egy világos részlet, ez majd a pozitív képünkén sötétté fog válni, ugyanakkor itt az épületek fölött lévő sötét rész, ami az ég, az pedig majd világos lesz. Itt pedig láthatjátok a másik fotónkat, előzetesen én Camera Raw-ba itt az értékeket már módosítottam, úgyhogy nincs más dolgunk, mint behúzni ezt a két képet Photoshopba. Nagyon könnyedén pozitívvel tudjuk tenni a fotónkat, nem kell más tenni, mint megnyomni a Ctrl-I-t, vagy pedig Image, Adjustment és Invert-re kattintani. A képünk pedig már is pozitívvá vált, hogyha tovább szeretnénk esetleg módosítani a kontrasztot, akkor mondjuk egy Ctrl-M gyors billentyűvel, a Curves segítségével ezt megtehetjük. Szabadon testre szabhatjuk a kontrasztot, ahogy nekünk tetszik. Nyilván sokkal jobb megoldást is lehetett volna kapni, hogyha ezt a fotót beszkenneltük volna, viszont sajnos nekem nincsen itthon szkennerem, úgyhogy ezért fotóztam be ezt a fotót, és inkább ezt a gyorsabb megoldást választottam. Továbbá lehetőségünk van nyilván arra, hogy a környezeti részt itt levágjuk, esetleg egy kis keretet is hagyhatunk neki.
és egy kis photoshopolás után lényegében el is készültek a fotóink. Azt gondolom, hogy ha akartunk volna, sem tudtunk volna jobb Instagram effektet létrehozni. Remélem tetszik nektek is az eredmény. Én nagyon elégedett vagyok, és tök jól szórakoztam az egész forgatás ideje alatt. Hogyha egyébként érdekel téged a laborálás, akkor pedig a Lab for Art, akik Magyarország egyik legkomolyabb fotolaborja, pont egy álláshirdetést adtak föl, hogyha többet szeretnél róla tudni, akkor a leírásban megtalálod az ezzel kapcsolatos információkat. A jövőben egyébként még fogok analóg fotózással kapcsolatos videókkal készülni, úgyhogy ha ez tetszett, akkor mindenképp iratkozz fel, hamarosan újra jelentkezek, minden jót nektek addig is, sziasztok!